már gyűjtik, komposzt lesz a kiszolgált karácsonyfákból. Szabad fogas mozgalom a rászorulókért. Kutya hideg, a házi kedvenceket is megviselik a mínuszok. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Befejezte a Gyöngyösi Önkormányzat utóellenőrzését az állami számvevőszék. Most azt vizsgálták, hogy az intézmény végrehajtotta-e azokat a feladatokat, amelyeket a 2013-ban lefolytatott ellenőrzésben megállapítottak. Az ÁSZ jelentésében megfogalmazott javaslatok hasznosítására a testület 6 pontban határozott meg feladatot, ebből 3-at teljesen, 1-et részben, 2-t pedig nem hajtottak végre. Vizsgálták a Gyöngyösi Önkormányzat pénzügyi helyzetét és gazdálkodásának szabályosságát. Az állami számvevőszék még 2013-ban indította meg a 2010 és 2013 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzést. Az akkor feltárt szabálytalanságok megszüntetését célzó feladatokat a testület 6 pontban határozta meg, ebből azonban csak 3-at hajtott végre. Az utóellenőrzés során a feladatok teljesítését ellenőrizték. Az intézkedési tervben foglalt pénzügyi egyensúlyt érintő feladatokat jellemzően nem hajtotta végre. Volt két olyan feladat, amely szabályszerűségi volt, és ezt végre is hajtották. Ezzel nem volt probléma. Azonban a pénzügyi egyensúly megőrzés és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében vállalt intézkedéseiket nem teljes körűen hajtották végre. A vizsgálat szerint az önkormányzat továbbá nem intézkedett a stabilizációs intézkedési terv készítéséről, a tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának optimalizálása érdekében sem. Az állami számbevőszék ezért felhívta az intézmény figyelmét a végre nem hajtott intézkedésekből eredő kockázatokra. Örömmel tudom tájékoztatni Önöket, hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket korábban nem tettek meg, most pótlólagosan ismét a képviselőtestület elé vitték, és úgy tűnik, hogy ezen intézkedéseket elkezdték végrehajtani. Az állami számvevőszék szerint az utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének javulásához. Már megkezdte a kiszolgált karácsonyfák begyűjtését az AVE hulladékkezelő Gyöngyösön. A fenyőkből komposzt lesz, így külön gyűjtik a kommunális hulladéktól. A szolgáltató azt kéri a lakosoktól, hogy társasházas övezetben a hulladékgyűjtő konténerek mellé, a családi házas övezetben pedig a lakóingatlanok elé helyezzék ki a tűlevelőeket. Már megkezdték az ünnepek alatt karácsonyfaként pompázó fenyők begyűjtését a hulladékkezelő munkatársai. A társasházas övezetben már javarészt kikerültek a kiszolgált fenyők a szemetes konténerek mellé, így szokott ez lenni már vízkereszt után. Az idén is a kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjtik a fenyőket. Egyelőre a társasházi övezetbe szedjük össze a kidobott fenyőfákat. Következő héten szerdán Mátrafüreden kezdünk, illetve folyamatosan megy a vidéki településeknek a karácsonyfa gyűjtése, és jövő héten szerdától pedig a Gyöngyösen a családi házas övezetekbe szedjük össze a fenyőfákat. A kiszolgált tűlevelőeket folyamatosan gyűjtik egész hónapban. A becslések szerint ilyenkor Gyöngyösön több mint 3-4 ezer fát, közel 10 tonnányit szállítanak el a gyöngyösi szennyvíztelepre, ahol komposztálják. Szeretném, hogyha felhívni a tisztelt lakosoknak a figyelmét, hogyha tudnák, és évek óta ez problémát is okoz, de hál' Istennek nem akkorát, hogy a fenyőfát, hogyha megtisztítanák a díszektől, illetve a rajta lévő szallagoktól, annak örülnénk, mert azokat tovább tudjuk hasznosítani, amelyiket sajnos nem is rajta adják a díszekteket, azt sajnos hulladékként tudjuk elszállítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kertvárosi övezetben élők közül sokan eltüzelik a fákat, így jóval kevesebb fenyő kerül az utcákra, mint az előző években. Egy gyöngyösi szórakozóhely is csatlakozott a Szabad Fogas mozgalomhoz, amely mára már országos szintűvé nőtte ki magát. Az akció szombaton indult, jelenleg pedig több mint 150 helyszínen lehet kabátokat kihelyezni és elvenni azoknak, akik az utcákon fagyoskodnak ebben az embertelen hidegben. Ha kell, vegyél egyet el, ha nem kell, tegyél ide egyet.
Egy gyöngyösi szórakozó hely is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, melyet egy fiatal ember hívott életre 3 nappal ezelőtt Budapesten, azzal a céllal, hogy segítsen az utcákon fagyoskodókon. Itt a fogasokat tegnap óta lehet feltölteni meleg ruhákkal, kabátokkal, nadrágokkal, és a rászorulók el is viszik mindig, mondja Sós Henrietta, üzletvezető. 2 nappal ezelőtt találkoztunk ezzel a kezdeményezéssel, és mivel nyitottak vagyunk az ilyen civil akciókra, egy ismerősünk felajánlott egy kabátját, mi az állványt biztosítottuk hozzá, és akkor így belevágtunk. Abban az esetben, ha felhalmozódna a ruhamennyiség, és nincs aki elvigye, ők szívesen eljuttatják különböző szervezetekhez. Felmerült, hogy a helyi melegedőbe visszük el a megmaradt melegholmikat, vagy esetleg a Vöröskereszten keresztül juttatjuk el a rászorulóknak. A kabátok folyamatosan fogynak, de utánpótlás is érkezik. Réka is úgy döntött, hogy segít ezzel másokon. Az interneten olvastam, hogy van ez a kezdeményezés, nekem ez a kabátom már körülbelül 10 éve áll a szekrényben, úgyhogy nem volt rajtam egyáltalán, és úgy gondolom, hogy ha eddig nem kellett, eddig nem hiányzott, akkor ezután sem fog, és remélem, hogy valakinek ezzel tudok segíteni. Jelenleg több mint 150 pont van az országban, ahova a rászorulók mehetnek kabátért, ha fáznak, és ahova az adakozók vihetnek adományruhát. A házi kedvencek főként az udvaron tartott kutyák és macskák szervezetét is igénybe veszi a napok óta tartó hideg időjárás. A gazdéknak ilyenkor kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az ebek ellátására. Játék a hóban. A legtöbb kutya élvezi, amikor fehér lepel borítja a tájat, ám a gazdik felelőssége megnő télen, a hőmérséklet tartósan 0 fok alá csökken. Abban az esetben, ha ilyenkor nincs lehetőség zárt helyre engedni őket, mindenképpen biztosítani kell megfelelően bélelt, széltől védett ólat. Emellett a táplálásra és a folyadékpótlásra is oda kell figyelni. A nagyon fagyos vízből nyilván nem fognak sokat inni, viszont a forró víz az meg szintén nem jó, mert az meg irítálhatja, bántatja a nyelvüket, meg az szintén nem fogják inni, aztán megvárják, még nagyon kihűl vagy befagy, úgyhogy ez a kézmeleg. És hát valóban többször kell cserélni, kevesebb mennyiséget rakjunk ide, azt arra többször rá kell nézni. Teltház van a gyöngyösi gyepmesteri telepen, 120 kutyát kell ellátniuk az itt dolgozóknak. A tartós hidegben kiemelt figyelmet fordítanak ők is a kutyák ellátására, az ólakat például szalmával bélelik ki. Azon felül, hogy energiadúsabb az élelmezésük, sokkal kiadósabb adagot kapnak. Hát plusz naponta többször itatjuk őket. Hát hiába, hogy langyos vízzel itatunk, egy órán belül be vannak fagyva az itatók, hát cserélgetjük napi 2-3 alkalommal, hogy a hőháztartásuk egy kicsit helyreálljon. A lakásban tartott kutyákat ilyenkor elegendő rövidebb sétákra vinni. A kutya kabát az ő esetükben nem a divatot szolgálja, hanem az egészség megőrzését segíti, hiszen a lakás melegéből kivitt ebek az utcán könnyen megfázhatnak. Séták után pedig ne felejtsük el megtisztítani a mancsokat, a talpárnák közé ragadt jeges hó és az útszórósó is sebeket okozhat. Idén az elmúlt évektől eltérően nem az újévi hangverseny volt az év első nagy kulturális rendezvénye, hiszen a Mérték rendezvénysorozat nyitó programja egy szírfotóművész kiállításának megnyitója 2 nappal megelőzte. A közönségnek azonban megérte január 8-áig várni, hiszen a váci szimfonikusok nagyszerű koncertélménnyel ajándékozták meg őket. A bécsi újévi koncertek gyakorlatát követve itt is főként klasszikus operett dallamok csendültek fel, de részleteket hallhatott a közönség népszerű musicalekből is. Johann Strauss Éljen a magyar című polkájával indult az idei újévi koncert, hogy aztán Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Huszka Jenő operettjein keresztül jussanak el az emelkedettebb hangulatokig. Ezen az estén a Farkas Pál által vezényelt váci szimfonikus zenekar gondoskodott arról, hogy a közönség szívben és lélekben megújulva vághasson neki a 2017-es esztendőnek. Hisz György polgármester ünnepi köszöntőjében békességet kívánt a gyöngyösieknek és a zene hídképző szerepét hangsúlyozta. Hol szól a zene, ott nem lehet gyülökezni, nem lehet ökölbedett kézzel acsarkodni. Én azt kívánom 2017-re, hogy épüljön sok-sok híd. Sok-sok híd és megértés a politikusok között, sok-sok híd kollégák, szomszédok, ismerősök között és családokon belül is.
A műsorban fellépett a gyöngyösi születésű szopránénekesnő Csonka Zsuzsa is, ő nem kevesebb, mint 6 szóló áriával állt a közönség elé. Azt mondja, a Váci szimfonikusokkal együtt hosszú évek óta lép fel, és ezt mindig örömmel teszi. Nagyon szeretünk együtt dolgozni, nagyon sokat dolgozom a zenekarral, és ha van egy-egy magánprodukciónk, mármint hogy esetleg nekem, akkor oda mindig a Farkas Pál és a Váci Szimfonikus Zenekar, aki eljön minket kísérni. Az 1984-ben alakult Váci Szimfonikus Zenekart 60 fő professzionális muzsikus alkotja, főtámogatójuk Vác város önkormányzata. Évente több mint 100 koncertet adnak itthon és külföldön. A hagyományos szimfonikus zenekari programok mellett előszeretettel szólaltatnak meg közismert és közkedvelt opera, balett, operett és musical részleteket. Farkas Pál karnagy most is nagyon változott és pörgő műsort ígért. Ez a feladatunk és ez a dolgunk, hogy minden este a közönséget meghódítsuk. De ezt tettük az előző napokban is Magyarországon is, akik itthon voltak, és külföldön is, hiszen minden este játszottunk Németországban, vagy Dániában, tegnap például 2000 embernek játszottunk egy teljesen totál telt házban, és hát felállva tapsoltak, és ez nagyon nagy élmény volt. A Vastapsot Gyöngyösen is megkapták, hasonlóan az énekesekhez, Teremi Trixihez, Bozsó Józsefhez, valamint Csengeri Attilához és Csonka Zsuzsához, akik a műsor második felében népszerű musical részletekből is előadtak egy csokorra valót. Az idei téli időjárás eddig hosszú kihagyás után kiemelten kedvez a téli sportoknak. Így látja ezt Revicki Tamás, a Kálvária parti testnevelési és általános iskola vezető testnevelője is. A diákokat tanórák keretében idén korcsolyázni és síelni is megtanulhatnak, vagy növelhetik eddig megszerzett tapasztalataikat és tudásukat a gyöngyösi korcsolyapályán és a kékestetői sípályán. Most kegyes hozzánk az időjárás, ilyenkor azt kell mondani, amikor nagyon hideg van. Tervezzük a sítábort, megyünk föl Kékesre, az egész iskola be van most már szervezve. Remélem minél több gyerek el fog tudni jönni és részt tud venni a táborokon, illetve az oktatásokon. Nagyon kedvezményes áron tudunk felszerelést biztosítani. Az iskolának is van egy-két felszerelése és további bérlésekből tudjuk ezeket biztosítani. A kicsiktől egészen a nagyokig mindenki kap felszerelést, aki csak síelni szeretne, tehát ez nem probléma egyáltalán. A korcsolyázás biztos hátterét az önkormányzat biztosította a strand területén felállított fedett jégpályával. Van szerencsénk itt üdvözölni most az önkormányzat azon kezdeményezését, hogy a korcsolyapályát azt kedvezményesen a rendelkezésünkre bocsátja, és ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy ez így is marad a jövőben is. És testnevelés óra keretein belül van módunk arra, hogy a gyerekeket levisszük és korcsolyázunk. A mátrai gyerekek hosszú idő után használhatják ki a zord téli kedvező sportolási lehetőségeit. A városban és a hegyen egyértelműen jelentős aktivitás volt tapasztalható már az elmúlt év végétől. Országszerte mintegy 23 ezer új vállalkozónak kellett beszerezni az online kasszákat januárig. Köztük vannak egyebek mellett a járműszervizek és az alkatrészforgalmazók, a pénzváltók, a plasztikai sebészek, de a konditermek, masszőrök is. A legnagyobb számban azonban a taxisokat kötelezte erre a kormány, hiszen összesen 9000-nél is több sofőr dolgozik az országban. A taxisok mintegy 80%-a már üzemelteti az új eszközt. A Világgazdaság szerint 5600-an jelezték, nem fognak pénztárgépet venni, inkább áfás számlát adnak. Január 20-áig lehet jelentkezni a keresztféléves szakképzésekre a helyi szakképzési centrumokban. Cseresnyés Péter szerint fontos, hogy minél többen éljenek a 2015. szeptemberétől ingyenes második szakképesítés lehetőségével, mivel egy új szakma megszerzésével érdemben bővülnek a lehetőségek a munkaerőpiacon. Az érdeklődők több száz szakképesítés közül választhatnak. A legnagyobb érdeklődés a kis- és középvállalkozások ügyvezetője, gyakorló ápoló, pénzügyi számviteli ügyintéző, szakács, cukrász, hegesztő szakképesítések elsajátítására irányuló képzések iránt volt. Most pedig nézzük, hogy hogyan is álltak ma délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A főbb részvények közül a Magyar Telekom 516, Amol 21.030, az OTP 8.745, a Richter pedig 6.420 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 33.012 ponton állt, ami addig 158 pontos emelkedést jelez.
Legfontosabb híreink következnek röviden. Már gyűjtik komposzt lesz a kiszolgált karácsonyfákból. Szabad fogas mozgalom a rászorulókért. Kutya hideg, a házi kedvenceket is megviselik a mínuszok. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!